50 éve az élvonalban, ezzel a mottóval nyitotta meg január 22-én a Magyar Kultúra Napján jubileumi program sorozatát a Szolnoki Bartók Béla Kamara Kórus. Az ünnepi év új évada a négy évszak köré rendeződik. Folytatódik tulajdonképpen az ünneplés a jubileumi évaddal, tehát a 19-20-as évad maga a jubileumi évad, és ennek az őszi programjairól szeretném most ismertetni, aminek évadnyitó hangversenye szeptember 9-én hétfőn 6 órakor lesz a Városháza dísztermében. Az 1969 óta működő kamarakórus az elmúlt évtizedekben számos kiváló előadóval és zenekarral dolgozott együtt. Az új évadban ezeket a közös formációkat a közönség ismét hallhatja. Színpadra áll a kórussal a Szolnoki és a Miskolci Szimfonikus Zenekar, de a partnerek között lesz a debreceni Kodály Kórus is. A szezonból a külföldi fellépés sem maradhat ki. Októberben a magyar kórus zenét az énekkar Olaszországban mutatja be. Egy nagyon-nagyon jeles eseményre kerül sor, méghozzá 9-én elutazunk Firenzébe, ahol is részt veszünk a Botticelli Nemzetközi Kórusfesztiválon, és itt képviseljük a magyar zenekultúrát, illetve a magyar kórus muzsika kultúráját, ami a világon nagyon-nagyon elismert és elsőrangú. A kamarakórus ebben az évben is folytatja ifjúsági koncertsorozatát. Küldetései között régóta kiemelt helyen szerepel a zene megismertetése, illetve megszeretetése a fiatal generációval.